Brill Bird. A körmöd az ékszered. Fulanito. Qué manera. Como él consigue de mí lo que quiera. Lányok, mindjárt itt a húsvét, remélem, hogy a tojásokat megfestettétek szépen. Bizony. Na most tényleg szoktatok tojást festeni? Én tényleg szoktam. Én is szoktam. Ez egy nagyon menő csajok vagytok. Persze, tartani kell a hagyományokat, ne? Húsvétkor mit szoktunk körömre festeni, Kati? Piros tojást? Festhetünk akár különben piros tojást is, de szerintem az olyan nagyon-nagyon snac, nagyon egyszerű lenne. Úgyhogy húsvétkor a friss tavaszi színeket szokták megfesteni. Nyuszi szokott kerülni a körömre, vagy barkaág, vagy bármi, vagy kis tojások is akár különben. Bármi, ami a húsvéthoz kapcsolódik, és ugye ki mit visel el, aki nem szereti annyira a mintákat, annak tényleg egy egyszerű kis barkány, de akár egy kis csibét is lehetne a körömre festeni. Illetve ugye ilyenkor előkerülnek a húsvétnak az alapvető színei, lehetne a piros is, de a vaníliasárga is, egy ilyen pasztelzöld, vagy ugye a baracnak a különböző árnyalatai. Nagyon kíváncsi vagyok, Bettina, hogy lefested-e nekem azt a csibét, aki éppen abból a tojásból kell ki, amit a nyuszi tojt. Én arra gondoltam, Anett, hogy most nem fogok egy ilyen nagyon játékos körmöt készíteni neked, hanem elviszem csajos vonulatba ezt a húsvéti körmöt, viszont hát mindenképpen kell, hogy legyen benne egy pici nyuszi, úgyhogy úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen nyuszis fejpánt, aminek ezt a fejpánt részét, ezt kövekkel fogom kirakni, és kettő kis nyuszi fület fogok rajzolni rá, és természetesen, ahogy már Kati mondta, a legtrendibb színeket hoztam a körmödre, a legtrendibb húsvéti színeket, hiszen ilyenkor a fagyi színek mennek a legjobban, legalábbis nálam szalomban a pasztel rózsaszín, a pasztel zöld, a pasztel sárga, ebből a rózsaszín, illetve a rózsaszínt azt a nyuszi fülénél használom, a pasztel zöldet és a sárgát pedig a többi körmödnél, és azért egy olyan speciális kis toppot is teszek rá, amiben ilyen nagyon pici pejhek vannak, ezzel fogom még csillogóvá tenni majd a középső ujjadat is. Azt a szenvedélyt, amivel ezt te elmondtad nekem. Ugye? Ezzel a szenvedéllyel dagasztod a kalácsot is, ugye? Így van, sőt, fonom is a kalácsot, mindig előveszem ilyen kis videókból, hogy hogyan kell hatos fonást készíteni, és akkor... Az nekem nem megy, lányok, a hatos, komolyan. Majd megtanítod, csinálunk egy ilyen kis workshopot, mit szólsz hozzá? Jó, egy online csatlakozzunk össze, jó? És akkor majd fonjuk a kalácsot. De egyébként, ha már itt tartunk, hát a Kati profi kalácsot küldött át nekem tavaly fotón. Igen, én nagyon sűrűn szoktam kalácsot sütni, nem csak húsvétkor, hanem bármikor máskor, mert a gyerekek is nagyon-nagyon szeretik. Igaz, tudod, hogy én türelmetlen vagyok, illetve a kézügyességem se olyan profi, úgyhogy én bele se kezdek hatos fonásba, de hármas fonásban nagyon-nagyon szép kalácsokat készítem. És nem is lepett meg. Finom is. Nagy gratula. Mesélsz nekem kicsit az árnyékolás technikájáról is, mert általában tök realisztikus dolgokat szoktál festeni, de most egy kicsit ez attól eltér. Igen, nagyon jól látod, Anett, most nem raktam bele annyi árnyékolást, hiszen egy nyuszi fül az nagyon jellegzetes árnyékolás nélkül is, és szerintem főleg ezzel a kis strasszkő berakással nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki árnyékok nélkül is, viszont azért egy nagyon picit a sötét szürke és a világos szürkét kevertem egymással, úgyhogy itt-ott azért feltűnik némi kis árnyék, de azt gondolom, hogy ennyi bőven elegendő egy ilyen rajzfilmes jellegű mintához. Szerintem te vagy az egyetlen Magyarországon, aki nyuszi füles fejpántot fest valamelyik körül. Nem, láttam már nagyon sok olyat, hogy egy ilyen virágpánt van alul, egy ilyen kis virágkoszorú, és abból állnak ki, ugye? Na nézd meg, Anett, hogy hogyan ül a nyuszi a kőben. Mit kőben? Nyuszi ül a strasszon. A strasszon? Hát jó, csak így rímelt is, tudod. Kőben, kőben. Na. Nagyon-nagyon tetszenek, köszönöm szépen. Hát ezzel aztán igazán boldog lesz a húsvét. Remélem is, az volt a cél.